A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. Augusztus 7-e van, Ibolya névnapja. 190 évvel ezelőtt e napon született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. 139 éve pedig e napon született Hollandiában, Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Már is átvágták az új határkerítést a migránsok. A termőföldről szóló törvénymódosítási javaslatokról konzultáltak a gazdaszervezetek és az önkormányzatok képviselővel Szabadkán a VMS illetékesei. Ismét több órás várakozás a Horgos-Röszke határátkelőn. Szerbia és Horvátország férfi vízilabda csapata mérkőzik meg egymással a kazanyi döntőben szombat este. Két helyen is megrongálták a magyar-szerb határ Ásotthalmi szakaszánál felállított kerítést a migránsok. A helyiek szerint folyamatos járőrözés nélkül a szöges drótból álló akadály hatástalan lesz. Eközben a Magyarországra érkező menekültek száma pénteken meghaladta a 110 ezret. A magyar-szerb határszakaszon két nappal ezelőtt felállított gyors telepítésű drótakadályon az éjszaka folyamán 18 migránsnak sikerült átjutni. A kerítés sérülései még most is nagyon jól látszanak. Ezek a hurkák nem úgy állnak, mint a többiek, itt valószínűleg lenyomták és úgy jöttek át rajta. Pakelman István Ásotthalom alpolgármestere éppen a megrongált kerítést mutogatja. Az esetet a délelőtti járőrözés folyamán vették észre. Itt valóban látszik, hogy lejjebb van nyomva ez a vezető húzal, és valószínűleg, hogy ezen inkább átmásztak, mint átvágták. Tehát itt mi vágásnyomot nem látunk és nem tudunk mutatni. De hogyha arrább sétáltunk véletlenszerűen, ott láttunk egyet, ha kíváncsiak, megmutatnánk azt is. Jól kivehető a lyuk, amit az éjszaka a migránsok vágtak a drótakadályon. Az általunk korábban kérdezett menekültek azonban már sokszor elmondták stábunknak, hogy őket semmilyen kerítés sem fogja megállítani. Message to Orban government, if you will not find solution for Syrian, all of Syrian will cross the border and will cross all the country to arrive to Germany and Sweden and another country will find peace. Egy szabadkai szaküzletben megmutatták nekünk, hogy vannak kisebb és nagyobb drótvágó ollóik is. Azonban náluk menekültek még nem vásároltak ilyesmit. Imamo makaza klešta, ali u zadnje vreme znači slabo ide prodaja, a pogotovo emigrantima koji dolaze u Suboticu nisu dolazili na ovu stranu. Tako da nema ovaj prodaj. Az ideiglenes határzár építésének helyszínén kapott információink szerint Ásotthalom közelében az egyelőre csak gyors telepítésű drótakadályból álló kerítés augusztus 31-ig teljes egészében elkészül. Egy közös emléknap létrehozását javasolja Alekszandr Vučić a volt Jugoszlávia területén történt harcok valamennyi áldozatának tiszteletére. A szerb miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján kitért az állami tulajdonban lévő ingatlanok eladásáról szóló törvényre is. Kiemelte, a jogszabályt hatályon kívül helyezi a kormány, mert Tomislav Nikolić államfő megfontolásra visszaküldte azt. Az államfő szerint alkotmányellenes a törvény. Vučić az államkassa kapcsán elmondta, minden terület nőttek az állam bevételei, illetve csökkentek a kiadások. A térség politikai stabilitását és a megbékélés folytatását szorgalmazta a szerb kormányfő, ennek érdekében kezdeményezi a közös emléknapot. Svako bi na taj način mogao da pokaže jednako poštovanje prema svima i svi bismo znali da su te žrtve postojale na svim stranama. Mislim da je to jedna dobra ideja koja bi vodila približavanju. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek a jelennel foglalkozzanak és a jövő felé tekintsenek, mert a gyűlölet és a sebek felszaggatása nem visz előbbre. Csaknem 48 milliárd dinárral, azaz 9,6%-kal nagyobbak az állambevételei 2015 első 7 hónapjában, mint a tavalyi év ugyanazon időszakában, fogalmazott Alekszandr Vučić. 7,2%-kal, azaz csaknem 37 milliárd dinárral teljesít jobban az ország ahhoz képest, amiben a Nemzetközi Valuta Alappal megegyezett, szögezte le a szerb miniszterelnök. Naš će cilj biti u buduće da pokušamo u budžetu da obezbedimo što je moguće više novca, što bolje i što veće prihode i da ljudi u Srbiji mogu da žive bolje.
Az év első felében a nettó átlagkereset 0,4%-kal csökkent a közszféra fizetés csökkentése miatt, míg a magánszektor bérei 2,3%-kal nőttek, emelte ki a kormányfő. Már novembertől magasabbak lehetnek a nyugdíjak és a közszférában dolgozók bérei Szerbiában. A növekedés mértékét azután határozzák meg, hogy a Nemzetközi Valuta Alap másodszor is leellenőrzi azt, hogy Szerbia tartja-e magát a szerződésben foglaltakhoz. A washingtoni küldöttség 2 hét múlva érkezik Belgrádba. A szerb kormány a megbeszéltnél 3-szor kisebb hiánnyal várja majd a küldöttséget. Júliusban az államkasszában 2,2 milliárd dináros többletet jegyeztek fel. Tavaly novemberben csökkentette a szerb kormány a nyugdíjakat és a közalkalmazottak fizetéseit, most pedig növekedést ígérnek. Számos változat van arra vonatkozólag, hogy mennyivel lehetnek magasabbak a nyugdíjak és a bérek. Nem hivatalosan annyit tudott meg a szerbiai RTV, hogy a nyugdíjak 2%-kal, a közalkalmazottak bérei 5%-kal, a tanügyi dolgozók fizetései pedig 6%-kal növekedhetnének. Možda sama ta najava da će prosveta biti negde na prvom mestu kada država razmatra vraćanje novca, a ne uvek samo na prvom mestu kada se razmatra oduzimanje ili smanjivanje, jeste za nas dobar znak da smo možda neke stvari pomerili u dobrom pravcu. A közgazdászok szerint a nagyobb bevételek és megtakarítások jó érvek lehetnek, amivel a kormány ki tud állni az IMF elé és kérheti a bevételek befagyasztásának megszüntetését. Zvuči sasvim realno, moram priznati, ali mora se naglasiti i to, da to povećanje plata i penzija u ovom trenutku jeste pre svega podrška tom uzlaznom trendu rasta ekonomije, odnosno podrška tražnje. A szerződést, amelybe belefoglalták, hogy nem lesz nyugdíj és fizetésnövekedés, 3 évre kötötték meg. Közismert, hogy a Nemzetközi Valuta Alap nehezen változtatja meg azt, amit egyszer szerződésben megkötöttek. Ja moram da kažem da se to jako retko dešavalo. Ja prvo moram da kažem, ali se takođe jako retko dešavalo da se promene parametri koji se dogovori na bolje, pogotovo ovde kod nas. Ja čak ne mogu da setim situacije kada se to desilo. Dakle, ako gledamo iz te perspektive, naravno da postoji otvorena mogućnost. Koliko je ta mogućnost, ostaje da se vidi u dogovorima sa IMF-a. Sigurno je, da kažem, da prostora sa fiskalne strane ima. A szerb miniszterelnök szerint Szerbia jó úton van a pénzügyi helyzet stabilizálásában. Nikada nismo imali čvrste javne financije, nikada nismo znali, uvek smo trošili mnogo više iz države nego što smo uspeli da zaradimo. Ovo će verovatno da bude prva godina u poslednjih 30 godina da nećemo da imamo rebalans budžeta, osim ako se ne znam kakva nepogoda ne dogodi. Dakle, to znači da smo uspeli stvari da stabilizujemo. A Nemzetközi Valuta Alappal folyó tárgyalások során az egyik érve a tervezetnél magasabb gazdasági növekedés lehet. Szerbia kezd kilábalni a hanyatlásból 0,5%-kal, ami a bruttó nemzeti összterméknél több mint 150 millió eurót jelent. Leginkább az ipari termelés növekszik, és ha a szárazság nem teszi tönkre a mezőgazdaságot, a becslések szerint a gyarapodás az év végéig akár 1%-os is lehet. Megkezdődött a hétvégi tumultus a határátkelő helyeknél. Pénteken a nap folyamán 2 órát kellett várakozni a horgosi határátkelő hely szerbiai oldalán. A Horvátországgal közös átkelő helyek közül Batrovcinál 1,5 órát vesztegelnek a gépkocsik szintén a szerbiai oldalon a polisz.hu információi szerint. A régi Röszke horgos határátkelő helyet a nemzetközi személyforgalom használhatja minden nap 7 és 19 óra között, és ugyanebben az időintervallumban használhatóak az Ásotthalom, Királyhalom, a Bácsalmás, Bajmok és a Tiszasziget gyála átkelők is. Ugyanakkor a Tompa, Kelebia és a Hercegszántó Béreg átkelőhelyek a nap 24 órájában végzik a határellenőrzést, de az előbbinél szintén rövidebb várakozásra lehet számítani napközben. Narancssárga figyelmeztetés van érvényben Szerbiában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában. A két nyugat-balkáni ország területén 35 Celsius fokos hőmérséklet várható a hétvégén. A szerbiai meteorológiai szolgálat honlapján található információk szerint a hőség ellenére helyenként villámlásra, zivatarokra lehet számítani. Az UV-sugárzás mindenhol erős, a legtöbb helyen eléri a 8-9-es fokozatot. Az ország északi részén legalább 5 napig tart majd a pénteken kezdődött hőhullám, míg Szerbia keleti részét várhatóan a jövő héten éri el a hőség. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt megnőtt az erdőtüzek kockázata is. A meteorológiai szolgálat szerint Dél- és Kelet-Szerbiában, valamint Vajdaság keleti részén nagy az erdőtűz veszély, míg Vajdaság északi részén mérsékelt a veszély.
A termőföldről szóló törvény módosításairól konzultáltak a gazdaszervezetek és az önkormányzatok képviselővel Szabadkán a VMS illetékesei. A javaslat legnagyobb változtatása, hogy a kistermelők állami földterületet vásárolhatnak, illetve hogy a befektetések serkentése miatt akár külföldiek is bérelhetnek majd hosszú időre állami földeket. Mi lesz a vajdasági termőfölddel? Ez volt a szabadkai egyeztetés legnagyobb vitát kiváltó témája. Egyes gazdaszervezetek szerint félő, hogy a külföldi spekulatív tőke még nagyobb területekhez jut a földtörvény tervezett módosításai által a messzeföldön híres vajdasági termőföldből. Az önkormányzatok a területükön lévő állami földek 30%-át lesznek kötelesek bérbeadni 30 évre a nagy befektetőknek. Jelen pillanatban az egyetlen olyan nagy befektető, akiről ők beszéltek, az a Tönisz német cég, amely Szerbiában 22 farmot szeretne felépíteni. Ebből most az első időszakban 5 farmra kötnék meg a szerződést, és ennek az 5 farmnak a kialakítását Vánát területére tervezték, ami azt jelenteni, hogy Kikindán, Zrenjaninban, Plandistén, Versecen, Pancsevón, vagy ott mellette környéken, és ezekben az önkormányzatokban ők elkérnék mindegyik farmra a területek levő, tehát 3000 hektár földet. Tehát ők 3000 hektár földet kérnek egy-egy farmra, akkor hajlandók ezt a nagy beruházást megejteni. A Vajdasági Magyar Szövetség azért kezdeményezte a párbeszédet, hogy még időben megfelelő javaslatokat nyújtsanak be a földtörvény módosítására. Minél távolabbra szeretnék tolni azt az időpontot, amikor a külföldiek termőföldhöz juthatnának Vajdaságban. Maga a kormány hatékonyabb termőföldpolitikát szeretne az elkövetkező időszakban. Hatalmas területek az ő állításuk szerint nincsenek kiadva bérbe, és ezen szeretnek változtatni, illetve jó néhány visszaélés volt az elmúlt időszakban az állami földek bérbeadásával kapcsolatban. Ezt az egész témát szeretnénk most körbejárni. Fontos az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség képviselje azokat az álláspontokat, mint az elmúlt időszakban is. Mi szeretnénk azt, hogyha a mi termelőink kezébe tudna a termőföld maradni, és hogy a külföldiek ne tudjanak hozzájutni a termőföldhöz, illetve minél kisebb mennyiségben tudjanak hozzájutni. A tervezett módosítások által új eleme lesz a termőföldről szóló törvénynek, mégpedig az, hogy a kistermelők állami földterületekhez juthatnak. Ehhez bizonyos feltételeket kell teljesíteniük. A kistermelők számára ugye egy nagy előny lesz az, hogy földterületet tudnak majd vásárolni, tehát állami tulajdonban lévő földterületet, amely azt jelenti, hogy azt tud vásárolni majd, akinek maximum 30 hektárig van területe, 30 hektáros terület van tulajdonában, és legtöbb 20 hektárt tud majd megvásárolni, és ahogy a törvény módosítási ajánlatban van, 5 éves határidő alatt tudja ezt majd kifizetni. Egyes résztvevők szerint a törvénymódosítás tervezete nem rendelkezik pontosan a földvásárlás feltételeiről. Így maradhatnak olyan kiskapuk, amelyek akár külföldiek kezére is játszhatják az állami földterületeket. A termelők ezt bizonyos szinten támogatják, mivel meg vannak győződve róla, hogy ők is labdába fognak tudni rúgni ebbe az esetbe, tehát vásárolni tudnak állami földeket. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, mivel ugye nálunk minden törvény mellett, a nagykapu mellett ott a kiskapu is, és az én érzésem szerint ezeket a földterületeket nagyjából külföldi állampolgárok bizonyos zsebszerződésekkel fogják megvásárolni. A földtörvény tervezett módosítása szigorú feltételekhez köti majd az állami földek bérbeadását. Az ebből származó bevételek 40%-a az önkormányzatokat, 30%-a a tartományi, 30%-a pedig a köztársasági költségvetést illeti. Az év végéig megkezdik a Belgrád-Budapest vasútvonal kiépítését, erősítette meg tegnapi találkozóján Alekszandr Vučić szerb kormányfő és Li Mancsang Kína nagykövete. A két fél további közös projektek megvalósulását is tervezi a közúti infrastruktúra és mezőgazdaság terén, valamint nagy lehetőségeket látnak az informatika közös fejlesztésében is, valamint szeretnék növelni a Szerbiából Kínába való kivitelt.
100 éves a szerb folyami flotta. Az évforduló alkalmából szervezett központi ünnepséget Újvidéken tartották. 1915. augusztus 6-án indult útjára az első szerb hadihajó Belgrádból. Az újvidéki ünnepséget megelőzően az Alekszandr Bérics parancsnok tiszteletére felállított emlékműnél került sor az ünnepi beszédekre. Újvidék polgármestere Milos Vucevic gratulált az évforduló alkalmából, valamint méltatta Alekszandr Bérics érdemeit és munkásságát. A megemlékezésen részt vettek a szerb hadiflotta magasrangú parancsnokai és tisztjei is. Bérics 1906-ban született és 1941-ben vesztette életét egy a hajóját ért légi csapás következtében. Tizenkilenc nőt végeztek ki az Iszlám Állam szélsőséges szervezet fanatikusai az iraki Moszulban, mert nem voltak hajlandók a dzsihadisták szexrabszolgáivá válni, derült ki az iraki Kurdisztáni Demokratikus Párt sajtófelelősének közléséből. A kurd hírportál beszámolója szerint azért szabták ki a nőkre a büntetést, mert nem voltak hajlandóak részt venni a szexuális dzsihádban. Ez a vahhábita csoportoknál bevett gyakorlat. A nők állítólag önként jelentkeznek az iszlám uralmáért harcoló férfiak kielégítésére. Az iraki emberi jogok minisztériuma 2014. decemberében arról számolt be, hogy az iszlám állam legalább 150 nőt végzett ki, köztük várandósokat is, amiért nem voltak hajlandók házasságra lépni a dzsihadista harcosokkal. Életét vesztette 15 ember és 10 megsebesültek csütörtökön egy szaúd-arábiai mecset ellen elkövetett öngyilkos robbantásos merényletben, amelynek elkövetését az iszlám állam eddig ismeretlen szárnya vállalt magára. A mecset a szaúdi különleges erők helyi főhadiszállásán található. A halálos áldozatok közül 10 a különleges erők tagjai voltak, 3 pedig a bázison dolgozó munkások. Éppen imán vettek részt, amikor az öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, közölte a szaúdi belügyminisztérium. Az Al-Iqbariya szaúdi állami televízió korábban 17 halálos áldozatról adott hírt. 3 ember meghalt, 2 megsérültek egy bányarobbanásban péntekre virradóra Észak-Morvaországban, közölte a bányavállalat szóvivője pénteken. A metángáz robbanás röviddel éjfél előtt történt a Darkov Fekete-Szén bányában, ahol a bányászok új vájat megnyitásán dolgoztak. A robbanáskor 3 a helyszínen dolgozó bányász azonnal életét vesztette, míg 2 megsérültek. Az egyik sérült állapota, akinek testfelülete több mint 50%-ban megégett, életveszélyes. Őt az osztravai kórházban kezelik. A másik bányás sérülései könnyebbek, kéz- és lábtörést szenvedett. Az atomfegyvermentes világ megteremtésének útjában a világ legnagyobb hagyományos fegyverkészletével is rendelkező Egyesült Államok leküzdhetetlen akadályt jelent, vélekedett Mihail Gorbacsov a Der Spiegel német lap legújabb számának adott interjújában. A Szovjetunió volt elnöke a Hiroshima elleni atomtámadás 70. évfordulója alkalmából adott interjúban arról beszélt, hogy most, amikor az Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma, nehéz elképzelni egy atomfegyverektől mentes világot. A 84 esztendős nyugalmazott politikus leszögezte, nehéz korlátozni a nukleáris fegyverek terjedését, amíg létezik a hatalmas amerikai és orosz atomarzenál. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra a nem túl biztató jelenlegi helyzetre, amelyben az ukrajnai-orosz beavatkozás miatt rendkívüli módon kiéleződtek az ellentétek Moszkva és Washington között. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Különleges lepkefajt fedeztek fel a ludasi öko-oktató tábor kutatói. Idén is lesz tolerancia tábor Topolyán. Ez a hét a szoptatás világhete. A Szabadkai Expecto Mentál Higiéni Alapítvány a szoptatással kapcsolatos tévhitekről és a fontos tudnivalókról szervezett beszélgetést egy védőnő, Komenda Renáta vezetésével. Ki hogyan szoptat vagy szoptatott, ez volt a beszélgetés témája. Az anyukák saját élményeiket mesélték el egymásnak. A beszélgetésen gyakorlott kismamák is részt vettek, ugyanakkor sokan voltak azok is, akik még nem szoptatják gyermekeiket. Sőt, olyanok is ellátogattak a beszélgetésre, akik most várják első kisbabájukat.
most kezdtem a terhessulit, és akkor ott ajánlották, hogy jöjjek el ide, meg az unokatestvérem is mondta, hogy jöjjek el, mert végül is nincs tapasztalatom, és akkor jön a tapasztalatszerzés, meghallgatni más kismamák véleményét. Sokan azt hiszik, hogy a világ legkönnyebb és legtermészetesebb dolga a szoptatás. Erről azonban a gyermekes anyukák máshogy vélekednek. Én azt hiszem, hogy itt is nagyon sok nehézséggel lehet találkozni, és nagyon sok technika van, amit jó, hogyha az ember megtanul. Jó az, hogy Szabadkán van szoptatási tanácsadó, tehát tudunk kihez fordulni, hogyha kérdésünk vagy problémánk van. És azt hiszem, hogy megéri a rögös utat megjárni, mert utána egy nagyon, nagyon hasznos, szép és tényleg egy gyönyörű dologról van szó. A védőnő azt mondja, az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy elosztassák a szoptatásról alkotott tévhiteket az édesanyák körében. A konkrét tényeket pedig tudatosítani kell bennük. Azokat a úgymond butaságokat, amik gyökeret vertek itt a környékünkön, egy kicsit átdolgozzuk, és elhitessünk az anyukákkal tényeket, mint például olyat, hogy nem jó anyatáj, vizes anyatáj nem létezik, illetve, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a várandósok számára is azt, hogy szoptatni lehet, hogy kezdetben egy kicsit nehéz, és egy kicsit problémás, de hogy egyáltalán nem lehetetlen. A szoptatás világhete a leghatásosabb figyelemfelkeltő eszköz a szoptatási kezdeményezések népszerűsítésére. 1992 óta minden évben, augusztus első hetében már a világ 120 országában megrendezik. Különleges lepkefajt fedeztek fel a ludasi öko-oktatótábor kutatói. A vérfű hangya boglárkát még 2012-ben fedezték fel Szerbiában. A folyamatos kutatások eredményeként ma oktatótáblát helyeztek el a ludasi szúnyogcsárdában. A vérfű hangyaboglárka Szerbiában csak Északbácska területén él, és populációját körülbelül 15 ezerre becslik. A vérfű hangyaboglárka nagyon specifikus lepkefaj, ugyanis nedves terület mellett a vérfű növény és bizonyos hangyafajok is szükségesek a fennmaradásához. Egyedi felfedezésről van szó, mivel Szerbiában csak ezen a területen él ez a faj. Körüljártuk azokat a területeket, ahol megtalálható a vérfű, és az egyik szelevényi gyep területen megtaláltuk a lepkét is, és aztán a hasonló élőhelyeket föltérképezett, tehát az első év az arról szólt, hogy föltérképezni az összes lehetséges előfordulását, tehát a szabadkai homokpusztában is meg lett találva, és a ludasi tó partján is meg lett találva ez a lepkefaj. A két évig tartó folyamatos kutatás eredményeként a ludasi szúnyogcsárda látogató központjában és az élőhelyeken oktatótáblát helyeztek ki. Ezzel szeretnék felhívni a lakosság és az érdeklődők figyelmét a vérfű hangyaboglárka létezésére és védelmének fontosságára. Prema našim istraživanjima od prošle godine populacija ovog leptira je negde oko 15.000 jedinki. Mi smo markirali flomasterima prošle godine negde oko 6.000 jedinki i pratili smo kako se kreću, na kojim livadama je veća populacija, na kojima manja. A szakemberek civil szervezetek segítségével tovább folytatják a lepkefaj kutatását. Amennyiben az érdeklődők ellátogatnak a ludasi tanösvényre, meg is ismerhetik a vérfű hangyaboglárkát. Idén is megrendezik a Fiatalok Világnapja elnevezésű rendezvényt Szabadkán. Az egynapig tartó programsorozat augusztus 12-én 18 órakor kezdődik a Reichl Ferenc Parkban. A szervezők változatos programokkal várják az érdeklődőket. A sportkedvelők 18 órától 21 óráig ismerkedhetnek a sportmászással, extrém sportokkal vagy a zumbával. Szintén 18 órától 21 óráig különböző ifjúsági programokat népszerűsítenek. A rendezvény egészen késő estig tart. 21 órától koncertekkel kedveskednek a szervezők. Vjekoszláv Osztrogonác, a Szabadkai Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja elmondta, hogy Szabadka városa támogatja a fiatal egyesületek kezdeményezéseit a város által elfogadott ifjúsági akciótervvel összhangban. To jeden dan kada između ostalog slavimo ono što mi jesmo. Dakle, pored brojnih aktivnosti koje ćemo da sprovodimo tamo, kao što je Dejana već najavila, neke sportske i ekološke aktivnosti, meni je pripala ta čast i odgovornost da vodim jednu radionicu koja će se u stvari odnositi na ljudska prava i srednjoškolska prava, pošto, kao što je Vjekoslav rekao, ja sam članica upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije, te znam, odnosno izučila sam mnogo toga što se tiče prava srednjoškolaca kao i njihovih obaveza. Mi smo to isplanirali u smislu jednog interaktivnog kviza koji bi mogao da bude interesantan i mladima, ali i deci.
Idén is lesz tolerancia tábor Topolyán. A Dunabenti országok és régiók fiataljainak tolerancia táborát augusztus 12-e és 16-a között szervezik meg. Ezúttal a korlátozott anyagi feltételek miatt egy hét helyett 4 napig tart majd a program. A megszokott 120 fiatal táborozó helyett pedig 60-an vesznek részt a rendezvényen. Szerbia különböző régiói mellett Magyarországról, Bosznia és Hercegovinából, Szlovákiából, Németországból, Bulgáriából és Horvátországból is jönnek fiatalok Topolyára. A helyszín is változik idén, a városközpont helyett minden előadás, zenei és szabadidős program is a mezőgazdasági középiskolában és a tó környékén lesz. Adjunk esélyt, ez az idei tolerancia tábor mottója. A program pedig a társadalom perifériájára szorult csoportokkal kapcsolatos témákra épül. A programról pénteken délelőtt számolt be sajtótájékoztatón Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke. Azon is gondolkozott a szervezőbizottság, hogy talán ebben az évben megszakítjuk a tábort, és nem szervezzük meg. Ennek egyértelműen pénzügyi, politikai problémák miatt, de úgy döntöttünk, hogy úgy Szerbia, úgy Vajdaság, úgy Topolya, illetve Topolya község megérdemli, hogy legyen egy ilyen táborra. Ez a tábor lassan évek során brandé vált, brandjelt ennek a közösségnek. Ezen keresztül talán még jobban felismerik Topolyát, még jobban felismerik, megismerik Vajdaságot, és úgy éreztük, hogy az itteni polgárok és a szélesebb közösség is megérdemli, hogy ezt a tábort megszervezzük. A hely, ahol barátokra találsz, ez a mottója az idei I Love Zenta fesztiválnak, amelyet augusztus 14-én és 15-én tartanak meg Zentán a Tiszaparton. A rendezvény elsődleges célja, hogy összegyűjtse és vendégül lássa világ különböző részein élő Zentáról elszármazott embereket. A közös ünneplés és az együttlét öröme az, ami az elmúlt évek során a leginkább meghatározta az I Love Zenta fesztivált. A rendezvényt Zenta község idegenforgalmi szervezete hívta életre, a helyiek körében is igen nagy népszerűségnek örvend. A zentai I Love Zenta fesztivál, ez inkább buli, mint fesztivál. Ide az elutazott zentaiak, akik eltértek külföldre, kiutaztak, ők szoktak hazatérni és buliznak. A szervezők idén is gazdag programmal készülnek. Az idei évben is a program helyet kap két ismeretterjesztő előadás, ami természetesen Zentáról, a zentai csatáról, a 800 éves évfordulóról fog szólni, de ezen kívül első ízben egy nyitott fórum is megvalósul, ahol moderátorok segítségével, hazalátogatók bevonásával és a helyi lakossággal egyfajta kapcsolat kialakítás indul, és megpróbálunk hidat építeni az elvándoroltak és az itt maradottak között. A rendezvényen pénteken a Rest Back, a Triangle Trio és a Round Corners, szombaton pedig a Lucky and Friends, a Night Cruisers és a Sinsikas együttesek lépnek színpadra. A fesztivál fontos szerepet tölt be a község idegenforgalmi kínálatában. Próbáljuk ide vonzani a környező települések polgárait is, hogy egy jó hangulatú hétvégét töltsenek el. De hát ugyanúgy, mint ahogy a Tisza Virág Fesztivál, a Zajla Zenta, valamint a karácsonyi vásár, amik a Zenta idegenforgalmi szervezetnek a szervezésében, tehát ők a főszervezésében történik meg. Tehát a cél az, hogy tehát az alapjából egy turizmusról beszéljünk. Az I Love Zenta fesztivál szervezőinek hosszú távú célja, hogy a rendezvény amellett, hogy megtartja az alapkoncepcióját, a jövőben minél nagyobb tömegeket vonzon Zentára. Szerbia hab könnyedén, Horvátország pedig épp csak, hogy bejutott a póló fináléba. A kazanyi vízes világbajnokság férfi vízilabda tornájának döntőjében az Európa-bajnok szerb válogatott az olimpiai bajnok VB bronzérmes horvát együttessel mérkőzik meg szombaton. A nőknél ma este rendezik a döntőt, az Egyesült Államok Hollandiával küzd meg az aranyért. Míg a horvátok csak 5 méteresek után jutottak túl a görögökön, Dejan Savić csapata időnként sziporkázó játékkal, könnyűszerrel múlta felül azt az olasz csapatot, mely a negyeddöntőben Magyarországot győzte le.
Az olimpiai bajnok horvátok kezdtek jobban csütörtökön este, ám szépen lassan visszajöttek a Hellének a meccsbe, olyannyira, hogy a találkozó utolsó másodpercében ki is egyenlítettek, így jöhettek a büntetők. Itt a horvátok nem tudtak hibázni. Pavic pedig még egyet ki is védett, így eldőlt a mérkőzés. A másik elődöntőben a szerbek erődemonstrációját láthattuk az olaszok ellen. Már az első negyedben döntésre vitték a találkozót, amikor 4-0-ra elhúztak. A nagyszünetben már 8-2 volt, még a végén ez a különbség 4-re apadt. Így Szerbia-Horvátország meccs lesz a VB döntőben. Az 5.-8. helyért zajló találkozókon a montenegróiak könnyebben túl tudták tenni magukat azon, hogy nem jutottak be a legjobb négybe, mivel az ausztrálok ellen már 5-1-re vezettek a szünetben. Végül 3 góllal voltak jobbak ellenfelüknél. Draško Bruguljánék a magyar válogatottal találkoznak szombaton 14:30-kor, az 5. helyért. Benedek Tibor együttese ugyanis meggyőzően verte az amerikaiakat. A dorogi Szekér Simonetta ezüstérmet nyert a Szabadkán zajló serdülőbirkózó Európa-bajnokságon. A 49 kg-os kategóriában indult versenyző a döntőig vezető úton olasz, lengyel és orosz versenyző győzött le, és a fináléban is sokáig vezetett a német Risterer ellen. Végül azonban 16 másodperccel a vége előtt ellenfele 2 pontos akcióval megfordította az állást. Az 56 kg-osok között indult Dolák Tamarát német, a 65 kg-ban Szőnyegre lépő Elekes Emesét pedig ukrán versenyző búcsúztatta még az első fordulóban. A szerbiai versenyzők közül az Obrenováci Ivana Lazitja bronzért birkózhatott, de mindössze 12 másodperc alatt kapott ki az orosz Csernukinától. A magyar kanizsai Fábián Anna az 56 kg-osok mezőnyében a 8. döntőben szenvedett vereséget a későbbi bronzérmes ukrán Lehuszától. Állami földterületeket vásárolhatnak a kistermelők, és a bérlési feltételek is változnak a földtörvény módosításának tervezete szerint. A Vajdasági Magyar Szövetség párbeszédet kezdeményezett a gazdaszervezetekkel és az önkormányzatokkal, hogy a vita során képviselni tudják a termelők érdekeit. A ma délelőtti egyeztetés után Fremond Árpáddal, a VMS köztársasági parlamenti képviselőivel beszélgetett kollégánk Juhász Gábor. A termőföldről szóló törvény módosításairól tartott konzultációt a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági gazdaszervezetekkel, illetve önkormányzatok képviselőivel Szabadkán a Magyar Házban. Ennek kapcsán köszöntöm a stúdióban Fremond Árpádot, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjét. Milyen módosítások várhatóak a termőföldről szóló törvényben? Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves tévénézőket! Igen, jó néhány új dologról volt szó a mai nap folyamán. Több alkalommal tartott már a Vajdasági Magyar Szövetség frakciója konzultációt különböző témákban. Most ugye a termőföldről szóló törvény módosításait beszéltük át. Egy olyan fontos törvényről van szó, amely az ország mezőgazdaság politikájában kiemelkedő, a természeti kincsünkről van szó, a termőföldről, nagyon fontos dologról. Ezért tartottuk azt rendkívül fontosnak, hogy összejöjjünk és megfogalmazzuk az álláspontjainkat. Hát, ami pozitív magában a törvényben az az, hogy olyan rendelkezések kerültek bele a törvénybe, amely értelmében nehezebb lesz majd átminősíteni magát a termőföldet, akár építési területtél. Ez rendkívül pozitív és fontos dolog, hogy ne lehessen csak úgy a földet átminősíteni. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy úgynevezett ilyen termelői könyvet kell majd, hogy vezessenek a termelők az elkövetkező időszakban, tehát pontosan vezetniük kell azt, hogy mikor milyen munkátokat, illetve mit végeztek azon a területen. Ez különösen kiemelten fontos lesz az állami földterületekre, tehát hogy pontosan vissza lehessen követni az elkövetkező időszakban az, hogy mi történik ezen a téren. Az önkormányzatokban, ahol ugye különböző szaktestületek dolgoznak, és majd ugye az árverése és minden egyéb mással foglalkozni fognak, fontos az, hogy egy mezőgazdasági mérnök is helyet kapjon. Ezeket a testületeket a jövőben a mezőgazdasági egyesületek termelők képviselői kell, hogy alkossák, legalább fele termelőkről legyen ezeknek a szaktestületeknek, illetve mindenképpen kell, hogy a szakma is képviseltesse magát. Ez azt hiszem, hogy egy szintén egy rendkívül pozitív dolog. Az állami földek bérbeadása és maga az idő
pontok, ezek is sokkal szigorúbbak lesznek, mint amik voltak az elmúlt időszakban. Az önkormányzatok akár a transferpénzektől is, ugye az átutalásoktól, a jutatásoktól is meg lehetnek vonva országos szinten, amennyiben magát a programot, a mezőgazdasági programot nem tudják elfogadni időben, illetve amennyiben az állami földterületeknek ugye az árverését nem fogják levezényelni, tehát szigorítások fognak történni ezen a területen is. Meg kell említeni azt, hogy a befolyt összegeknek az 5%-át a jövőben a jégvédelemre fogják fordítani. Ez is azt hiszem, hogy egy rendkívül pozitív dolog. És hát ugye ez a kérdéskör sem volt az elmúlt időszakban szabályozó, és most így a jövőben lesznek megfelelő eszközök arra, hogy ezt a termelők megoldják. Gyümölcsösök, halastavak esetében 5 évvel emelték a bérbeadási időt, tehát hogy 25 évre is lesz lehetősége a termelőknek arra, hogy ezekre a területeket béreljék, illetve gyakorlatilag a különböző intézmények, kutatóközpontok, azok pedig bérmentve juthatnak 100 hektárhoz legfeljebb. Ez is egy olyan pozitívum, ami ugyan megvolt, de viszont itt iskolák is és más kutatóintézetek is be tudnak ebbe kapcsolódni. És hát maga a földvásárlás, az, hogy az állami földet kistermelők meg tudják vásárolni, ez is egy újdonság, ez is egy olyan pozitívum, ami jó hatással kellene, hogy legyen, főleg a kistermelőkre. Azok a termelők, akik legfeljebb 30 hektárra rendelkeznek, azok tudnak majd termőföldet vásárolni, tehát az állami föld egy része ugye a mi termelőink kezébe kerülhet. Milyen föltételekkel tudnak ezek a kistermelők állami földterületekhez jutni? Ugye itt vásárlásról van szó. Itt ezt hogyan szabályozzák, hogy valóban a helyi kistermelők tudjanak földterületeket vásárolni? Tehát fontos megemlíteni azt, hogy ott ugye lakhelyek kell, hogy rendelkezzen az a termelő abban a kataszteri községben, ahol él, ahol ugye termőföldet tud vásárolni, igazolnia kell azt, hogy megvannak a feltételei, ugye, hogy van gépezete, tudja azt művelni. Lehetőségük lesz ezeknek a termelőknek arra, hogy 5 éven át keresztül fizessék magát ugye az összeget, és ugye legfeljebb 20 hektárt tudnak megvásárolni. El kell mondani azt is, hogy mi szeretnénk, hogyha ezt az 5 évet ezt megnövelnénk, tehát itt ezen a vita fórumon ez is elhangzott, illetve arról is beszéltünk, hogy legalább ugye a 5 évre emeljük azt az időszakot, amíg abban a kataszteri községben kell, hogy éljen a termelő. Ugye természetesen magának a törvénytervezetnek van negatív oldala is, erről is beszélni kell. Tehát lehetőség van arra, hogy az önkormányzatok bizonyos területeit akár 30 évre, tehát 30%-át az állami földnek a tervezet szerint 30 évre bérbe vegyék különböző nagy befektetők, és itt a külföldiek... Pontosan, ez volt itt a legnagyobb vitát kiváltó téma itt a megbeszélésen, hogy ennek a befektetéseket elvileg serkentő rendelkezésnek köszönhetően akár külföldiek is termőföldhöz juthatnak. Mi ezzel a kapcsolatban a gazdaszervezetek, az önkormányzatok véleménye, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség milyen álláspontot képvisel ezzel a kapcsolatban? Tehát ami nagyon fontos, hogy nem vagyunk a külföldi befektetők ellen, és igen, valóban lenni a vitát ez a rendelkezés váltotta ki, amelynek értelmében ugye 30%-át az állami földterületnek akár 30 évre befektetőbérbe vett, és a külföldiek nincsenek kizárva. Olyan álláspontra jutottunk, hogy nem vagyunk a külföldi befektetők ellen, szeretnénk azt, hogyha minél több külföldi befektető jönne az országba, és munkahelyeket teremtene, és lehetőséget adna a mi termelőnek is, viszont úgy látjuk, hogy ekkora területet ilyen hosszú időre nem volna célszerű, hogyha az állam bérbeadná. Ezért egy olyan javaslat fogalmazott meg a mezőgazdasági egyesületek és a szakma részéről, hogy ezeket a területeket ugye legalább a 10%, legfeljebb 10%-át tudja az önkormányzat kiadni, esetleg egy külföldi befektetőnek is legfeljebb 10 évre. Egy ilyen megállapodás született nekünk, természetesen ezt az álláspontot megpróbáljuk majd képviselni a jövőben is. Tehát nagyon fontos az, hogy egy tervezetről van szó, tehát nincs még parlamenti eljárásban semmi, a közvita az augusztus 18-áig lesz, és addig lehet a módosításokat eljutatni. Olyan álláspontra jutottunk, hogy
hogy minél több egyesület küldi el az álláspontját, és az egyeztetett álláspontokat, hogyha úgy tetszik, annál nagyobb értéke és esélye lesz annak, hogy változtatni tudjunk különböző dolgokon. Én tényleg pozitívan tudom értékelni a mai napot, és hát remélem azt, hogy azokat a dolgokat, amelyeket negatívnak gondolunk, ezeken a dolgokon tudunk majd változtatni. Fremont Árpád, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Már is átvágták az új határkerítést a migránsok. A termőföldről szóló törvénymódosítási javaslatokról konzultáltak a gazdaszervezetek és az önkormányzatok képviselővel Szabadkán a VMS illetékesei. Ismét több órás várakozás a Horgos-Röszke határátkelőn. Szerbia és Horvátország férfi vízilabda csapata mérkőzik meg egymással a kazanyi döntőben szombat este. Köszönöm figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép hétvégét, viszontlátásra!